Sziasztok! A mai videóban egy nagyon sokszor megkapott kérdésre fogok tulajdonképpen válaszolni. Nagyon sokan szoktátok kérdezni, hogy hogyan engedhetem meg magamnak, hogy ennyit utazzak. Mert azért, hát ha követtek Instán, de akár itt YouTube-on is láthatjátok a sok külföldi vlogomat, Instán pedig ugye a képeket, tudjátok, hogy elég sokat utazunk azért. Nem mondom, hogy minden hónapban, de lehet, hogy átlaghoz képest egy picikét többet. És hát nekem az utazás a mindenem. Tehát én a pénzemnek nagyon nagy részét félreteszem utazás céljából. És hát kíváncsiak voltatok az én spórolási módszereimre, úgyhogy gondoltam, hogy akkor csinálok belőle nektek egy videót, hát ha tudok ezzel nektek is segíteni, meg hát most vagyunk azért karácsony után is, szóval mindenki egy kicsikét talán lejjebb van jelenleg most pénzügyileg, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez egy tökéletes időpont az évben arra, hogy megosszam veletek ezeket a tippeket, illetve hát természetesen úgy általánosságba véve is az élet, lássuk be, elég drága, úgyhogy a pénz elég könnyen kicsúszik a kezeink közül, akár akarva, akár akaratlanul, de megtörténik. Na de akkor nem is húzom tovább az időt, nézzük, hogy nekem milyen tippjeim vannak a spóroláshoz. Az első tippem egészen magától érthetődő, de nem mindenki csinálja, pedig ez egyszerűen csak a legfontosabb dolog, ha az ember spórolni szeretne, ez pedig az, hogy vezesd a költekezéseid. Ma már ugye az ilyen jó kis bullet journalokba, meg az ilyen nagyobb, fejlettebb naptárakba eleve van erre egy oldal számva, ahol fel tudod írni, hogy mikre költöttél, mennyi volt ebből, ami a háztartásra ment, mennyi volt, ami ilyen magadra kiadás, illetve a bevételeidet is tudod számolni, és akkor úgy ez alapján meg tudod nézni, hogy havi átlagban te mire mennyit költesz, és hogy ez a bevételedhez képest mennyi. Természetesen applikációkon keresztül is lehet ezt számolni, számos applikációt találtok erre a telefonotokra. Én most az utóbbi időben át is tértem erre, hiszen a telefont mindig csak nagyon gyorsan előkapom, és már bele is tudom írni, hogy mire költöttem azonnal. Amikor a naptáramba írkáltam, akkor sokszor egy-két dolog elfelejtődött, és aztán nem értettem a hónap végén, hogy miért nem jön ki a matek. Úgyhogy ezáltal javaslom az applikációkat is, de a lényeg az, hogy ne csak azt írjátok fel, hogy mire ment el a pénz, hanem kategorizáljátok is rendesen. Mik a kötelező kiadások, mik azok, amik mondjuk az ételre mennek, sminkvásárlás, ruhavásárlás, ilyesmi. Mindenképp kategorizáljátok, hogy lássátok, hogy valóban mire mennyi megy el, és miből kell adott esetben egy picikét visszavenni. Nyilván a kötelező kiadásokból nem lehet, de mindenképp ezt is fontos tudni ahhoz, hogy lássátok tényleg teljes egészében a pénzügyi dolgaitokat. A második tippem, hogy állíts fel szabályokat. Gondolok itt most arra, hogy például én felállítottam magamnak egy olyan szabályt, hogy egész szám alá nem megyek. Szóval, ha mondjuk van 10.800 forint a számlámon, akkor 10.000 alá én nem megyek. Csak azt a 800 plusz mennyiséget költöm el, és igenis ezt megtartom, és szerintem, ha felállítatok ilyen szabályokat, akkor ti is be tudjátok ezt tartani, ha valóban fontos a spórolás, hogy egész számok alá ne menjen az az összeg, ne csúszson. És nyilván ez minden hónapban, ahogy jön a bevételetek, változik, tehát abszolút jól lehet ezt követni. Nincs az, hogy soha nem tudtok semmit vásárolni, mert azért gyűlik az az összeg, csak adtok magatoknak ilyen kis szabályokat. Nyilván nem muszáj ezt az egész számosat, kitalálhattok magatoknak sokkal jobban megfelelőt, de én ezzel szoktam spórolni még. A harmadik tippem pedig az, hogy engedd el valamelyik szépségszalonos kiadásodat. Ma már rengetegen járnak iszonyú sokféle kezelésre, ami én szerintem nem feltétlenül fontos. Tehát én például ki tudom festeni otthon a körmömet, jó, nem biztos, hogy tudok rá ilyen hiper-szuper mintákat rajzolni, mint a körmös a lenti üzletben, de meg tudom csinálni magamnak, és hogyha spórolásról van szó, akkor igenis ezt az áldozatot meg kell hozni. Úgyhogy én abszolút annak a híve vagyok, hogy ha meg tudod csinálni magadnak, akkor ne fizess érte. Legalább addig, ameddig spórolsz. Én egyetlen ilyen szépségápolási kezelésre járok, az pedig a fodrász. Semmi más, semmi műszempilla, semmi kozmetikus, semmi ilyenek. De hát persze ezt nyilván mindenki magának dönti el, és mérlegel, hogy neki mi a legkevésbé fontos, de mondom, azért
ilyenkor ezt át kell gondolni. A másik hasonló dolog, amit spórolni lehet, az az edzőterem. Ha tudsz, spórolj ezen is. Hogyha valami nagyon fancy helyre jársz, akkor esetleg menj el egy olcsóbban, már azzal is előrébb vagy, az ilyen nagyon fancy, drága helyeken, úgyis csak az atmoszféra miatt fizet többet az ember, hogy úgy néz ki, de a gépek valószínűleg ugyanolyanok mind a kettőben, mert mint ami egyikben megvan, az megvan a másikban is. Itt is érdemes erre figyelni, illetve természetesen megint csak fennáll annak a lehetősége, hogy az ember otthon is tud edzeni. Ma már a YouTube-on is annyi videó van ezzel kapcsolatban, ingyenesen, bőven meg lehet csinálni, szóval ha jársz edzeni és spórolnod kell, és úgy gondolod, hogy hát ezt a kis áldozatot meg tudod érte hozni legalább egy darabig, akkor én mindenképp javaslom. Az ötödik tippem pedig az, hogy próbálj inkább havonta egy nagy bevásárlást tartani több kicsi helyet, hiszen nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nálam, amikor bevásárolni megyünk, mindig becsúszik valami a kosárba, amit amúgy nem terveztem megvenni, és hát ez ugye emeli a költségeket. Viszont minél kevesebbet járok bevásárolni, annál kevesebb lehetőség van arra, hogy plusz dolgokat vegyek, szóval így elveszitek magatoktól azt a lehetőséget, hogy akár többször is becsúszson az a termék, amit amúgy nem szeretnétek megvenni, de ha már ott vagytok, akkor nem tudtok ellenállni a csábításnak, ez is szerintem mindenképp egy hasznos tipp. A következő tippem pedig a bulizás. Igen. Fiatalok vagytok, tudom, kell, de ha rászorultok, akkor igenis néha javasoljátok a barátaitoknak, hogy inkább menjenek át hozzád, vagy valakihez, társasozzatok, nézzetek filmeket, sorozatokat, és akkor mondjuk a közértből vesztek egy kis popcornt, esetleg egy üveg bort, de nincs az, hogy egymás után rendeled a drágámnál drágább koktélokat, italokat, hanem tök jól el tudtok lenni otthon is néha, mondom, akár egy üveg bor is belefér, vagy sör, tehát ami ilyen olcsóbb kategóriájú. De például az is tök jó ötlet, hogyha elmentek mondjuk közösen bráncsolni, így piknikelni valahova, és akkor mindenki visz valamit. Mondjuk te viszed a szendvicseket, a barátnőd hozza az italt, a másik barátod hozza az édességet, tehát így összeraktok egy nagy kajálást, és még sincs az, hogy bárki sokat költött volna rá, mert mindenki csak egy, vagy adott esetben két dolgot visz. És garantáltan jól fogjátok érezni magatokat. Az utolsó tippem pedig a motivációs fal. Vagy hát én így hívom. Tapasztalataim alapján, ha kinyomtattok egy képet arról, amit nagyon szeretnétek megvenni, vagy arról a helyről, ahová nagyon szeretnétek eljutni, vagy akár mindkettő, vagy több hely, vagy több dolog, és azt felragasztjátok a falra egy olyan helyre, ami számotokra jól látható, illetve a nap folyamán akár többször is oda tudtok kukkantani, akkor az biztos vagyok benne, hogy motiválni fog titeket. Hiszen az embernek azért nehéz néha konkrétan elképzelni maga előtt a céljait. Én azt vettem észre, hogy ez igaz ugyanúgy például, ha fogyni szeretne az ember. Ha napközben látja többet, igenis azokat a laposabb hasakat, a finom salátákat, az ilyen-olyan gyümölcsös smoothie-kat, meg mindent, akkor igenis a salátákat fogja kívánni, a gyümölcsöket, a smoothie-kat, és ez motiválni fogja arra, hogy ő is elérje azt a lapos hast, amit szeretne. Ugyanígy működik akkor is, ha venni szeretnél valamit, de még nincs meg rá a pénz, vagy ha el szeretnél utazni valahova. Tehát mindenképpen legyen egy vizuális motiváció is a számodra, amit a nap folyamán látsz magad előtt fizikailag. Szerintem ez mindig segít. És még itt az utazás alpontban szeretnék megosztani két gyors tippet is számotokra, ha sokat utaztok, szerettek utazni, hogyan, mivel tudtok egy picikét spórolni. Hát egyrésztről ugye az Airbnb-t mindenki ismeri, én lerakok nektek az infoboxba egy linket, amin keresztül, most nem is tudom pontosan, de azt hiszem 9000-nyi forint kedvezményt kaptok az első Airbnb foglalásotokból. Azt szerintem mindenképp érdemes megnézni, ez nem szponzoráció, ez nem együttműködés. Ilyen kódja mindenkinek van egyébként. Nekem annyiban jó, hogyha használjátok, hogy én is kapok ilyenkor egy pár kreditet, ami kedvezményre jogosít fel engem is. Úgyhogy mindenki jól jár vele, de gondoltam azért ezt elmondom, hogy minden tiszta legyen, de ilyen kódja bárkinek van. A második tippem pedig egy applikáció, ami a Hotel Tonight app. Ezt nemrég fedeztem fel én is, és ez azoknak jó, akik nem terveznek mindent el előre, ugyanis ezen az applikáción olyan hotelszobákat találtok, amiket aznap éjszakára tudtok kivenni, és hát mivel már elég kétséges, hogy azokat az üres szobákat bárki is kivenni, így a hotelek azokat akciós áron adják, és a Hotel Tonight applikáción keresztül rengetegféle ilyen dealt tudtok találni minden országon belül. Ha ilyen bevállalósabbak vagytok, és nem foglaljátok le előre a szállást, akkor ez az applikáció
meditációd nektek tökéletes lesz. És hát ennyi lett volna már ez a videó, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, remélem, hogy hasznos volt számotokra, és tényleg tudtam segíteni egy picit. Ha nektek is van valami nagyon szuper spórolós tippetek, akkor azt mindenképp írjátok le a kommentek között, segítsünk egymásnak, segítsetek nekem is, hiszen én is most nagy spórolásban vagyok egyébként, mert költözni is fogunk, na mindegy, ez már másik téma, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, a legközelebbiben találkozunk, addig is sziasztok!